A Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége nagy halfogó versenyt rendezett szeptember 9-től 13-áig a Neszmélyi Dunaágban, ahol csak az 5 kiló feletti amurok és pontyok számítottak bele az eredménybe. A versenyen 30 csapat indult az ország minden részéből. Minden csapatnak 3-4 hektáros területet biztosítottak a Neszmélyi belső Dunaágban. A helyszín sajátossága miatt a halakat is speciális módszerrel cserkészték be. A verseny a fogd ki és engedd vissza elv jegyében zajlott. Minden csapatnak kötelessége volt a halakat a mérlegelésig épségben megőrizni, majd sebfertőtlenítő használata után a bíró jelenlétében visszaengedni. A fogások után azonnal mérlegeltek. A versenyről Schmidt Kovács Bencével, a KEMHESZ szakmai igazgatójával beszélgettünk a helyszínen. Most már negyedik alkalommal rendezzük meg a Komárom-Esztergomi Vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége ezt a mondhatni a legnagyobb rendezvényünket. Ez egy 4 napos 96 órán keresztül zajló folyamatos horgászverseny. Ez egy behúzós módszer, nagy halokra vadásznak a pecásaink, 5 kiló fölötti ponty és amúrok, amik beleszámítanak a versenybe. Most a háttérben éppen egy mérlegelést láthattok. Ez a csapat vezeti egyelőre a versenyt, és nagyon úgy néz ki, hogy meg is fogják nyerni. Most ők már a harmadik nap végére több mint 160 kiló halnál járnak. Itt azt mondhatom, hogy ez nem csak ennyi hal, de ezek az értékelhető halak, a ponty és az amúr, ami 5 kiló fölött volt. Az idei versenyünk egy nagyon megpróbáltató verseny, megpróbáltató társokkal jár a versenyzőinknek. Ugye az időjárása nem túl kegyes hozzánk, a héten úgy kezdődött, hogy egyből szakadó esőbe kellett kipakolniuk, tábort állítaniuk és elfoglalni a helyeiket. Most volt 2 nap jobb időnk, de azóta elkezdett áradni a Duna, úgyhogy az áradó vízzel is meg kell küzdeni. De egyelőre állják a sarat a csapatok, szépen jönnek a halak. Elégedettek vagyunk magával a helyszínnel természetesen. Aki nem ért hozzá, mit jelent a behúzós módszer? A behúzós módszer azt jelenti, hogy a pecásaink nem dobva, hanem segédeszközzel, csónakkal vagy éppen egy kis hajóval viszik be a végszereléket. Megkeresik radarral, a radar használata ugye nálunk engedélyezett, radarral megkeresik azokat a pozíciókat, ahol éppen törések vagy dombok vagy fák vannak a víz alatt, és általában azok jó haltartó helyek, oda megcsinálják az etetést, és azokról a pozíciókról húzzák a halat, úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen messze horgászó módszer. Persze, ami közelebb pozíció, az közelebb, de ezzel nagyon messze is tudnak horgászni, esetenként 3-400 méterre is be tudják juttatni. Kik és hányan vesznek részt ezen a versenyen? Ezt a versenyünket negyedik alkalommal rendezzük meg. Kezdetekben még egy, mondhatom, egy gyerekcipőbe járt, az elejénte még 13 csapattal indítottuk, de most már ki kellett bővíteni 30 csapatra, az idejében 30 csapattal indultunk neki. Jellemzően 18 év fölötti korosztály, ugye így is van kiírva nekünk a szabályzatban, hogy nem szeretnénk kiskorúakat, mert azért ez egy megterhelő, meg egy megpróbáltatásokkal teli verseny, 96 órát végül, ezért nem szeretnénk, hogyha gyermekek is részt vennének rajta, de ez a középkorosztálynak a versenye, mondhatom így. Éjszaka is zajlik a verseny, gondolom. Folyamatosan 96 órán keresztül itt vannak a horgászok, esőben, szélben, ahogy látjátok, most is nem túl kedvezőek a körülmények, meg vár ránk egy hatalmas esőzés innentől kezdve a végéig, de ezek a srácok, ha mondhatom, akkor bármit kibírnak. Hogyan történik a bírálás, az elpontozás, és mit kapnak a nyertesek? A bírálás súlyra van, az 5 súlyra van, 5 kiló fölötti ponty és amúr számít a versenybe. Minden egyes halat mérlegelünk, éjszaka éjfélig mérjük a halakat, a versenyzőink egy SMS-ben jelzik nekünk azt, hogy halat fogtak, akkor mi kimegyünk, megmérjük, és egy online rendszeren keresztül egyébként élőben követhető az egész verseny jelenlegi állása is. És ez alapján vannak rangsorolva ugye az összfogott súly alapján. Mik a díjak? A díjak gyönyörű szép kupák, az első 6 helyezett van díjazva, de közben is kitaláltunk nagyon szép díjakat, mondhatom így. Van az első 10 fölötti ponty megfogójának és az első 10 fölötti amúr megfogójának egy ilyen halvacsora felajánlásba.
forcsomaggal összekötve, azt pedig úgy képzeljék el a nézők, hogy megterítünk egy fehér abroszt a vízparton a pecásoknak, és akkor a naplementében ott elsztorizgatva kapják meg ezt a vacsorát, úgyhogy ezt egy ilyen kis gasztroélménynek gondoltuk, ezzel is feldobva a versenyt. Ez is például egy díjunk, ez egy különlegesség, mert ilyet az országban nem nagyon csinál más. De egyébként nagyon szép serlegek, vásárlási utalványok és akár a legnagyobb hal megfogójának bicikli, úgyhogy igyekszünk emelni a színvonalat tetéren is. Mely szakaszon zajlik a verseny? Hány kilométer hosszan? A versenypálya 120 hektáron terül el, 13 kilométer hosszan az egész Neszmélyi belső ágban. Ugye a verseny ideje alatt ez 4 nap az egész évből, itt horgászati tilalmat szoktunk elrendelni, hogy ne legyen semmiféle fennakadás, vagy hogy a hétköznapi pecások esetleg véletlenül se húzzák el a versenyzők elől a halat, hogyha lehet így mondani, és a hajózási hatóságtól megkérjük a hajóforgalmi korlátozást, ugyanis ezek a behúzós módszerek balesetveszélyt is rejtenek magukban, mert esetenként van olyan, hogy szakító zsinór föl van a túloldalra akasztva a fára, és nem szeretnénk, hogy bármiféle baleset történjen, így hogy így próbáljuk a versenynek a menetét, vagy hát mondhatom így, hogy a lebonyolítását zökkenőmentesen megoldani. Jövőre újra lesz verseny itt Neszmélyen és környékén? Igen, jövőre újra tervezik, így már 5. alkalommal, úgyhogy mondhatom, hogy ilyen félig meddig jubileumi lesz. Hát a csapatok létszáma sajnos nem tudunk emelni, de idén is olyan túljelentkezésünk volt, hogy 8:00-kor indítottuk a nevezést, és 8:00-kor, így ahogy mondom, már volt olyan csapat, aki nem fért bele a 30-ba, úgyhogy sok volt a várólistán tartózkodó csapatok száma. Köszönjük ezt a nagy érdeklődést, és akkor ezzel visszajelzést is kapunk, hogy jól mit csinálunk. Igyekszünk továbbra is fenntartani ezt a kemény munkát, és itt meg szeretném megemlíteni a kollégáimnak az odaadó munkáját, ugyanis itt 0-24-ben vagyunk váltásba, és nélkülük ez a rendezvény nem működhetne ilyen zökkenőmentesen, ahogy működik. A lábatlani Whitewater Fishing a 4 napos nagyhalfogó verseny története során az eddigi legjobb eredménnyel 181 kg-os összsúllyal szerezte meg az első helyet. A második helyet budapesti versenyzők, az F&R Bates nevet viselő csapat érte el 73 kg-ot meghaladó fogással. A dobogó harmadik fokát ráckevei csapat, az RDHSCPX foglalhatta el, közel 62 kg-os eredménnyel.